az autópályához közeleső kis települések eltartóképessége és vonzereje jelentősen megnőtt. Ezekben a falvakban az ingatlanokat is viszonylag gyorsan el lehet adni. Sokan költöznek ki a frekventált helyen fekvő községekbe. Hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter a múlt hét folyamán Kiszomboron. Az országgyűlési képviselő elmondta, ez a trendváltozás magával hozta azt, hogy a falvaknak egyre inkább ki kell szolgálnia különböző lehetőségekkel, a családalapítás előtt álló vagy kisgyermekeket nevelő családokat, például bölcsödeépítésekkel, óvoda és iskola felújításokkal. Mindezeken túl legalább ennyire fontos a szociális ellátás kérdésköre is. Szembe kell azzal nézni, hogy itt is nagyon magas az idősek aránya, ami még nőni is fog. Tehát miközben erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy minél több fiatal örömét és célját megtalálja itt ebben a községben. Tudomásul kell venni azt, hogy előregedő településről beszélünk, ami két konzekvenciával biztos, hogy jár. Fölértékelődik az egészségügyi szociális ellátás, tehát igenis gondolkodni kell azon, hogy Makó térségében az idős gondozás az hogyan kerül megoldásra, akár az önkormányzat, akár nagyobb állami intézmények, vagy éppenséggel magánszereplők bevonásával. Jellemzően az idősek közül nagyon sokan özvegyek, egyedül élnek, hiszen számos esetben a család nagy része már nagyvárosokba vagy külföldre költözött. Lázár János hangsúlyozta, fontos, hogy az időseket a települések vezetése központilag támogassa. Az idősekről való gondoskodást én minden polgármester figyelmében jó szívvel és minden képviselőtestet figyelmében jó szívvel ajánlom, mert a következő 20 évben ez lesz a legfontosabb kérdés, hogy az egyedül maradó időseket, vagy azokat az időseket, akiknek a családja távol lakik, azt hogyan tudja a község segíteni. Tűzifával, idős gondozással, odafigyeléssel, és természetesen ne felejtsük el azt, hogy közösségi élet is kell hozzá, ezért nagyon fontos a szolgáltatóház, ezért nagyon fontos a közösségi ház, kultúrház, hiszen a falu közösségi erejét sokszor azok a programok adják, amelyen többségében idősebbek vagy idősek vesznek részt, ezt pontosan kell látni, és nyilván az időseknek is megvan az igénye, és megvan a joga arra, hogy kulturált szabadidő eltöltésben legyen részük. Emellett persze a fiatalabb korosztály igényeit kiszolgáló infrastruktúrát is bővíteni kell. Erre már helyi szinten Kiszomboron is vannak törekvések. Lázár János a településsel kapcsolatban a közlekedés fejlesztésről, valamint a Rónai kastély épületének funkcióval való megtöltéséről is beszélt. Későbbi híradóinkban ezekről is részletesen beszámolunk majd.